Molnár János, a Jobbik alelnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tudja, nem egyszer mondtam úgy, hogy akkor most nem lesz egy fekete leves, akkor, amikor itt járt bent a stúdióban, akármelyik jobbikos politikus és ön is, és mindig a vonakormányról beszélt, hogy majd április 8-án, illetve 9-én reggeltől mi fog történni pontosan, akkor jött az a pillanat, amikor mindig elmondtam, hogy majd a választások után is be fognak jönni. Alelnök úr, megtörtént a választás, nincs vonakormány. Nincs vonakormány, kétségtelen. Én ezt egyébként őszintén sajnálom, mint ahogy minden ellenzéki szavazó sajnálhatja azt, hogy Orbán Viktor kormányozza tovább az országot. Nagy kudarcként élik meg? Természetesen, hát nem lehet kis kudarcként megélni. Mit néztek Orbán be Viktor ennyire? Megint kétharmadot kapott. Igen, mit néztek be ennyire? Annyira magabiztosan mondták, nem csak ön képviselőtársai, és akkor teszem hozzá a FER miatt, hogy itt volt itt szélkormány, meg karácsonykormány, meg minden kormány volt az ellenzéki politikusok részéről, de mit néztek be ennyire? Mert annyira magabiztosak voltak, hogy megnyerik azt a választást. Szerintem fontos azt látni, hogy maga a sajtó is, pont a még független média, ami egyre kisebb a számát és befolyását tekintve is fragmentálja az ellenzéket folyamatosan. Tehát gondoljon bele abba, hogy mondjuk az LMP vagy akár más kisebb pártok is állítanak miniszterelnök jelöltet. Ezt például a független média azonos vagy éppen nagyobb terjedelemben mutat be 1%-os pártokat, mint ahogy mondjuk az ellenzék vezető erejét, a Jobbikot bemutatta. És szerintem alapvetően nem is a politikai térben zajlott ez a ütközet, inkább a kommunikációs térben. Most konkrétan arra gondolok, hogy az ellenzék hangja, beleértve az előbb megszólaló Karácsony Gergelyét, beleértve Vona Gáborét és gyakorlatilag mindenkiét, nagyon sok emberhez egyszerűen nem ért el, azért, mert a közszolgálati Mindig TV-t nézik, a Mindig TV-nek majdnem minden állomása kormánypárti propagandát sugároz, utána a Kossuth Rádiót hallgatják, és Mészáros Lőrinc vagy éppen Endi Vajna tulajdonában álló megyei laphálózat valamelyik lapját olvassák, tehát van egy jelentős információs vákum. Hogy érzi a magyar újságírás, bár a mi dolgainkat nem politikusokkal kell megbeszélni, de a magyar újságírás a magyar politika része lett, vagy a magyar politika befolyásolja a magyar írtam is erről, írtam is erről a Facebook oldalamon. Én kérek mindenkit, hogy gondolja át, hogy média vezérelté vált nem kis részben a magyar politika. Hogyha most az előbbi gondolatból indulok ki, amit Karácsony Gergely megfogalmazott, hogy Márki-Zay Péter messiása lett az ellenzéknek, ez nem kis részben egyébként a sajtó múlik. Maga Márki-Zay Péter egyébként nem akar messiás lenni. Én inkább azt látom, hogy bizonyos ellenzéki ötlettelenséget, a kezdeményezés hiányát úgy próbálják a még független sajtó munkatársai kompenzálni, hogy maguk is elkezdenek politikát csinálni, és ehhez a gyengébb ellenzéki politikusok, ahelyett, hogy saját maguk kezdeményeznének és csinálnának politikát, maguk is alkalmazkodnak. Ennyi a politika és a média viszonyáról, én biztos nem csinálok politikát, viszont kérdezek. Meg volt a választás, és volt egy újabb választás is, nevezetesen a Jobbik gyakorlatilag kettő körben új elnököt választott. Először a struktúráról szavaztak, aztán magáról az elnökről, és volt egy sportnyelven szólva rendkívül kiélezett és szoros, de fair meccs is. Így van. Nagyon fontos volt azt látni, hogy két markáns és erős jelölt vetélkedett egymással, Schneider Tamás és Torockai László személyébe. Mind a ketten a nemzeti oldalnak nagyon régóta, több évtizede ismert figurái, olyan erős vezetők, akik már a gyakorlatban bizonyították a képességeiket. Számítottunk is rá, hogy erős vezetőként erős tábor tudhatnak maguk mögött. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy nagyon sokakkal párhuzamosan én sem féltettem a Jobbik nemzeti néppárti státuszát, hiszen mind a két elnök jelölt már az indulása előtt jóval leszögezte azt, hogy nemzeti néppártként szeretné a Jobbikot elképzelni, és így kívánja az útját folytatni. Tehát én azért korrigálnám azokat az értesüléseket, vagy azokat a felvezetőket, amelyek arról szólnak, hogy a Jobbiknál a radikálisok csaptak össze a néppártiakkal. Ez már régóta nem így van. Torockai László is, Schneider Tamás is mind a ketten nemzeti néppártként képzelik el a Jobbikot. Ugyanakkor én nem csak pártot, országot is tudok Európában önnek mondani, amely gyakorlatilag nem mondom, hogy működésképtelen, de nehezen működik, éppen azért, mert nem 80-20 vagy 90-10%-ban választják meg mondjuk az egyik pártot, vagy jelen esetben a politikust, hanem ilyen nagyon kiélezett a küzdelem. És voltak rá utalások, hogy esetleg szakadhat a Jobbik, arra nem, hogy, tehát arra biztos, hogy voltak utalások, hogy komoly nézeteltérések vannak bizonyos szekértáborok mellett.
Én azt gondolom, nem a szekértáboroknál, inkább két személy koncepciójában hittek vagy nem hittek az emberek, de alapvetően nagy ellentétek nincsenek. Nekünk most nyilván a Jobbik vezetésében az a feladatunk, hogy egy békülési folyamaton menjen át a párt, nyugodjanak meg a kedélyek, minden versenyhelyzet megszüli a maga nyugtalanságát, ez a lehető legtermészetesebb dolog. Én a magam részéről hasonlóan gondolom, és Schneider Tamás, hogy a Jobbik demokratikus elköteleződését mutatja az, hogy itt elindulhat valaki erős elnökjelöltként, például Vona Gábor örököse ellen is. Gondoljon bele a Fideszbe, elképzelhető-e vajon, hogy Orbán Viktor ellen valaki föllép, és hozzáteszem, nem csak most, hanem akkor is, amikor ellenzékben volt, gyakorlatilag lehetetlen volt, mert kinyírták az illetőt a politikából. Alelnök úr, csak ha matekot nézzük, ugye 298-256-ra nyert Schneider Tamás Torockai Lászlóval szemben, százalékban 54-46. Torockai László már nyilatkozott, Schneider Tamás is nyilatkozott, de az feszültségről árulkodott, nem mondja azt, hogy nem kiérezhető volt. Aztán Novák Előd a párt radikális arca volt korábban, vezető arca, és most is azért a Jobbikkal azonosítják nyilvánvalóan. Arról számolt be közösségi oldalán, hogy pártközpontból Jobbik tagokat hívogattak, hogy ne szavazzanak az ő feleségére, az az elnök helyettes jelöltre, Dúró Dórára, hogy habunyi módszerek voltak a választást megelőzően, tehát érezhető egyfajta feszültség, és ez nem kívülről érkezett. Ez belülről érkezett. Én ezt nem is akarom önnek letagadni. Hát természetes, hát minden versenyhelyzetben van feszültség. Hát én akkor hazudnék a legnagyobbat, ha azt mondanám, hogy nincs feszültség egy ilyen versenyhelyzetben. Hogy ne lenne? A párton belül ugyanúgy, mint ahogy most például az amerikai demokraták vagy republikánusok házon belüli vetélkedésére gondol, ott is megvan az, hogy mondjuk a republikánus pártnál ki lesz az elnökjelölt, és elindul egy elképesztő lobby, csak ott hozzáteszem azt, hogy ez a nyilvánosság előtt zajlik, a mi tisztúítási folyamatunk pedig alapvetően zárt ajtók mögött zajlott. Természetes, hogy egy versenyhelyzet időnként túlszaladásokhoz vezet, vagy éppen feszültségekkel jár, mindenki izgul a saját választottjáért. Számomra azonban az a fontos, hogy mindannyian jobbikosok vagyunk, ugyanazok a céljaink, ugyanúgy nemzeti néppártot szeretnénk nézzük építeni. Alelnök úr, nézzük a konkrétumokat, amiket itt megfogalmaztak. Voltak-e telefonhívások? Voltak-e elfogultság? Volt-e valamiféle manipuláció ebben az elnök választásban? Mind a két oldalon voltak telefonhívások, tehát folyamatosan mind a két oldal hívei elkezdtek kampányolni a saját jelöltjük mellett. Szerintem ez egyébként így természetes, hogy igyekeznek meggyőzni a pártársaikat arról, hogy az a jelölt, akire ők elnökjelöltként gondoltak, az még jobb, még alkalmasabb, még ügyesebb lesz elnökjelöltként, mint a másik. Igen, ez... ugyanakkor, amit Novák Előd megfogalmazott, hogy egy lejárató kampány, az nem biztos, hogy egy demokratikus választásnak mondjuk az ismérve. Voltak-e lejárató telefonhívások, volt-e olyan, amikor valaki a másik oldalt feketített? Én azt gondolom, hogy ezek már azok a túlszaladások, amiről a verseny folyamán beszélnünk kell. Gondoljon bele, amikor két boxoló például a ringbe összecsap, előfordul az, hogy mondjuk a bíró szava után még egy-egy ütés elcsattan. Ezek alapvetően a versenyhevének a következményei. Mit vizionál most? Tehát A. pártszakadás, B. néhány csalódott híve ott hagyja a Jobbikot, de nem tömeges mértékben, C. belenyugszanak és demokratikusan elfogadják a vesztes fél jelöltjei azt, hogy ez az eredmény született, és egységében dolgoznak Schneider Tamás. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem lesz pártszakadás. A két elnök jelölt közül egyik sem akarja ezt, és nyilvánvaló, hogy maga a tagságunk sem. Tényleg arról volt szó, hogy mind a két elnök jelölt nemzeti néppárti koncepcióban gondolkodott, semmiféle visszafordulásról nem volt szó, és azt is nagyon fontos leszögezni, hogy a tagságunk is teljesen egységes ebben. A kezdeményezésemre például a parlamenti frakciónkat is megszavaztattuk arról, hogy akarják-e nemzeti néppártként folytatni a Jobbik útját, és tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100%-os ennek az útnak a támogatása. Számomra ez a fontos. A pártszakadásnak azért nincsen terepe, mert ezen a közösségen belül értékközösség van. Merre fognak most elindulni tovább? Ugye szociális érzékenységről lehetett olvasni Schneider Tamásnak a nyilatkozatában, hallani is lehetett. Ugyanakkor például Ungár Péter, aki ugye nem az önök pártjának a tagja, stratégiai együttműködést is elképzelhetőnek tart, úgy ő ugye lehet más a politikának a politikusa, talán látta, talán nem, Demeter Márta képviselőasszony volt reggel a vendégünk, rákérdeztem erre a nyilatkozatra, ő is el tudja képzelni ezt a stratégiai együttműködést. Ez azt jelenti, hogy a Jobbik közeledik mondjuk az LMP-hez vagy más pártokhoz, merre indulnak most tovább a két választás április 8 és a mostani elnökjelölt választás, elnök választás után.
Szerintem nagyon fontos az, hogy a politikát ne továbbra is szekértáborokban képzeljük el. Ez Orbán Viktor logikája, hogy aki nem az én szekértáboromban van, mindenki ellenség, meg kell találni az észszerű együttműködés feltételeit. Gondolok itt például a szakpolitikai együttműködésekre. Én például nem látom annak akadályát, hogy akár egy fideszessel, akár egy LMP-ssel, akár egy más párthoz tartozó emberrel, például a magyar egészségügy egyes vonatkozásaiban egyetértsünk és közösen tudjunk gondolkodni. Fontos látni azonban azt, hogy politikai koalícióról egyik párt esetében sem beszélhetünk, szakpolitikai egyeztetésekről, együttműködésekről azonban nagyon is fontos. Politikusoknak pont az a dolga, hogy az örökös ellenségeskedés helyett végre az egyetértés hangját is megtalálják. Hadd legyen egy nagyon rövid választ igénylő, nagyon rövid kérdésem a végére. Annak idején gyakorlatilag a Jobbik mellett nőtt fel stratégiai szövetségesként az úgynevezett Magyar Gárda, amely gyakorlatilag úgy néz ki, hogy kipukkadt, legalábbis semmi hírt nem lehet hallani róla. Vége a Magyar Gárdának, és lesz-e még Magyar Gárda jövőben? Nincs kipukkadva, létszámát tekintve sokkal kisebb közösségről beszélünk, mint korábban volt, és alapvetően kvalitatív jellegű missziókat látnak el mostanában. Vonulások, településeken, rendfenntartó nincs, vonulások. Nincs is a gárdistaknak erre szándéka, amennyire értesültem, nem lesz a jövőben sem. Volner János, köszönöm szépen, hogy itt jártál ma reggel. Köszönöm szépen.